A következő énekes páros nem igazán szorul bemutatásra, hiszen kiváló minőségű felvételeik szinte megállás nélkül felcsendülnek valamelyik rádió vagy televízió adó műsorában. Dicséretre méltó az a műfaj iránti tisztelet, amivel viseltetnek. Az erdélyi, magyar és székely emberek nótás hagyományait méltóan és büszkén képviselik az anyaországban is. Felkérem tehát a Szilágyi Sándor és Miklós Szilvia énekespárost, hogy tartsák meg egyéni, illetve közös műsorokat. Elsőként pedig fogadják szeretettel Miklós Szilviát. Az otthon az, melyet lábunk elhagyhat, de a szívünk és a lelkünk az sohasem. Erről szól a következő nóta, fogadják nagy szeretettel és dalolják velem. Hagyom a falutókat, mert sokára.
Köszönöm.
Oh,
edzőn vested kapud elő, az a felülben, de este megáll. Elhúzom a kis kertet, mert most írnak a legszebb színű világ. Az a kocsa millió, tőszegő, mindig a kocsetén. Talán mégsem a sok világ, kis anyagok, a csapagat szerint. Yeah.
megtartja a mondás, hogy a jókon is megváltosul. Látom, elfáradtak már a muzsikusok. Maguknak sem árt, egy kicsit megpihennek, még a szivarosok dohányozni mennek. Álljon meg egy kicsit, ha lehet a menet. Én amondó vagyok, legyen 10-15 perc szünet. Köszönöm szépen.